Rókát fedeztek fel a sírok között. Egy nő, egy anyuka szólt nekünk, hogy róka futott el fölfele. Én egyből két kollégámmal elindultunk megkeresni. Az egyik kollégám pillantotta meg a róka megijedt, és elkezdtük fölfele hajtani a temetőnek egy kihalt részébe és sarkába a kerítéshez. Oda beszorítottuk és ott tartottuk, ameddig kiérkezett a mezőr, és ő intézkedett vele szemben. Mi pedig addig távol tartottuk az emberektől. Mit gondol, veszélyes egy ilyen állat itt a temetőben, főleg ilyenkor? Veszélyesnek igazából alaphelyzetben nem mondanám, mert látszott rajta, hogy nem agresszív, inkább menekült előlünk, nem pánikolt, de mindig megtartotta azt a távolságot, amit ő biztonságosnak vélt. Itt igazából veszélyes az, hogy egy gyerek, aki mintuntalan utána megy és próbálna megsimogatni, azra jelentett veszélyt, ugye be, mivel hogy vadállat. Lehetséges, hogy esetleg veszett is voltad az állat? Az esetőségek között benne volt, mivel hogy ugyebár nem pánikolt, nem volt ideges a jelenlétünkben, csak megtartotta a távolságot. Ugyanakkor ez be is tudható, annak is betudható lenne, hogy megszokta az embereknek a közelségét.